Sziasztok, Makan vagyok, ez pedig itt egy újabb Dire Wolf 20-as epizód, amiben bemutattam, hogy videón kívül mit sikerült összehoznom, és összerakom videóban, ha bár részletekben, de videóban összerakom a Dark Steel armoromat, igen, Dark Steel armoromat, és a végén, ha sikerül, és még lesz rá idő, akkor ölünk egy kis Wither Skeletont is. Na hát akkor kezdjük is a magyarázással, a bemutogatással, hogy miket is csináltam. Bemutogatás, ilyen szó nincs is, basszus. Szóval akkor bemutatom, na? Szóval ugye látjátok, hogy itt például innen eltűntek az XP bokrok teljesen, és innen pedig eltűntek az enderlik. Na hát csináltam erre egy farmot, közben úgy megyek, hogy ne nagyon látszódjon semmi különös, amit nem csináltam. Innen eltűntek a furnace-ek. És akkor most menjünk föl, mert itt van a lényeg. Itt van az XP farm. Ez a szokásos módszer, ezt már a Mechan Magic-en is használtam. Egy autonómus aktivátor hozzá egy watering, reinforced wateringen, ami úgy árasztja rá a vizet, mint az állat, és iszonyat módon nőnek a lilik. Ezt az 512 stacket kb. 20 óra alatt szedte nekem össze a harvester, úgyhogy azóta nem is dolgozik nekem, mert minek 512 stack. Ez az Essence Berry Seed. Essence Berry, igen, nem Seed, Essence Berry. Ez bőven elég lesz szerintem a játék végéig. Ha meg nem, akkor úgyis újra beindítom az egészet. Ezt is kikapcsoltam, hogy ne egye az áramot. Fölötte van egy Tesseract, mert csináltam jó pár Tesseractot, és vezeték nélkül hozom ide az áramot hozzá. Aztán most jön az érdekesség, az Ender Pearl Farm. Ez ekkora az egész, és képzeljétek el, hogy ez is, mert egyszerre csináltam meg a kettőt, ez is 20 óra alatt termelt nekem ennyi enderpört, és még ennyit, és még adtam, nem is tudom, Sanyának azt hiszem enderpört, meg enderliszidet adtam mindenkinek, de már megint ennyi van. Ugye elég jól termel a cucc, nem is kapcsoltam be már elég régóta, mert teljesen teli termelt volna nekem itt minden tenderpörrel, ez is bőven elég már, amit megcsinált, csak meghagytam, hogy lássák, hogy én ilyen farmot építettem. Amúgy ez egy Steel Factory Manager-es, nagyon hatékony farm, egy autonómus aktivátorral, amiben ugyancsak egy reinforced wateringen van, úgyhogy kettőt csináltam, ez viszont locsol most, ezt ki is kapcsolom inkább, és akkor nem locsol, így van, most így megállt, nem fogyasztja nekem az áramot. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis rendszer, itt meg is tudom mutatni nektek, hogy mit állítottam be, de hát most ezt lehet, hogy majd egy külön videóban, ilyen tutoriálban bemutatom így nektek, hogy hogy kell ezt összerakni, mit kell beállítani, persze, hogyha van rá igény. Mert hogyha nincs rá igény, akkor nem mutatom meg, mert minek akkor ugye, hiszen akkor lehet, hogy tudjátok. De ez az Ender Core, ez amúgy is nagyon jó cucc, mert ezen a Ender Pearl, az Ender Lilik nagyon gyorsan tudnak nőni. Képzeljétek el, hogyha csak sima földbrokra rakjátok az Ender Lilit, akkor 80 perc alatt nő meg, mármint hogy valós idő szerint, nem Minecraftban, mert az 80 másodperc lenne, 80 perc alatt nő meg, hogyha Endstone-ra rakjátok az Ender Lilit, akkor 20 perc alatt, ha pedig Ender Core-ra rakjátok, akkor 3 perc alatt megnő magától. Most gondoljatok bele, még redaktam neki egy ilyen Reinforced Cannon-es autonómus aktivátort, ami iszonyat gyorsítja az egészet, és látjátok, hogy 20 óra alatt ember ennyi ender pört termett meg. Innen eltűnt a bányászó chestem, ugye az ender chest, és a kettő, még a végén már 3 gyémán chest, úgyhogy ezt direkt elvette minden, mert ugyanis én nekem sikerült videón kívül összeraknom egy emerendszert. Úgyhogy végre már mindent az emerendszerben tárolok, teljesen az összes cuccom tényleg kivétel nélkül, vagyis van egy kivétel, az obszidián, azt nem akartam beletenni, de raktam bele azért bőven obszidiánt, egy 1000 darabot csak, hogy tuti, hogy legyen benne, de tényleg rengeteg minden van már benne, én nagyon örülök neki, hogy ezt sikerült összeraknom. Hopp, itt láttam méhecskét is, azt hiszem, igen, hogy ezt ki is vesszük. Csak beírok annyit, hogy mit kell beírni? Hogy, ajaj, beírjuk azt, hogy Princess, és akkor így ki tudjam venni az összeset. Meg beírjuk azt, hogy drone, és akkor ebből is kivesszük, és ezt visszük át a másik helyre. Ugyanis ugye emerendszerben nem szeretném, hogyha méhecske lenne, mert arra lehet, hogy fogok építeni majd egy másikat, egy ilyen kisebbet. Olyan 10 1K-s chippel,
és akkor úgy lesz a jó, szerintem. Megpróbáljuk először, ahol van még ebbe is hely. Hoztam direkt ide át már chestet, mert lassan most már tényleg elkezdek méhezni, de az a baj, ha Gendestről akarsz méhezni, akkor van egy olyan hátránya neki, hogy rengeteg energiát eszik. És akkor először meg kell csinálni az automata energiaellátást hozzá, meg elegendő energiát kell ahhoz termelni, hogy tudjatok méhezni. Úgyhogy először tényleg ezt kellett megcsinálnom, hogy legyen normális energiaellátásom, és akkor most megmutatom, hogy mit fejlesztettem az energiaellátásom. Ez majd itt szépen el fog innen kerülni, ez csak tényleg azért volt itt, hogy frankon tudjam megcsinálni, és elég gyorsan tudjam megcsinálni mindenféle eszközt az emerendszerhez. Itt az Ender Chest rögtön ugye megy egy interfészbe, ugye, és így kerül bele az emerendszerbe a cucc. Itt van egy fél automata inscriber, ami eddig, szerintem az eddig legkompaktabb inscriberre sikerült, amit valaha is építettem. Még úgy lehetett volna megcsinálni, hogy in-out-tal még ide visszakötöm ebbe a chestbe, és akkor tényleg lehet majd az lesz amúgy. És akkor így tényleg nagyon teljesen automata lenne, igazából tökéletesen megteszi. Még egy annyi még majd, de mivel nagyon az elején csináltam az emerendszernek, nem voltak ilyen kártyaim hozzá, acceleration card az nyugodtan bele fog férni majd, és azt fogok is belerakni hármat. Úgyhogy mi nem volt még? Ja igen, a kapacitorbankot bővítettem, most már 225 millás kapacitorbank tárolja nekem az energiát. A töltési időt azt levettem 30%-ra, mert 50 az kicsit gyakran kapcsol be. Aztán ott van már egy tesseract, amiből jön az áram. Ugye ez is egy kicsit fura, meg itt is van valami, viszi el a redstone jelet valahova, úgyhogy ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Csak megnézem, hogy igen. Ja igen, és itt lecseréltem koalkókra a sima szenet, hogy tényleg rengeteg ideig működjenek, de ezt át fogom innen vinni ide, mert itt lesz az energiatárolás és az energiatermelés egy része is. Ezt se láttátok szerintem. Ez a packager, ezzel csináltam a bedrock humingothoz a compressed cobblestone-t, de már annyit termeltem vele, meg hát nem is kell annyi bedrock humingot, mint amennyit ugye már tudnék csinálni, úgyhogy megállíthattam a rendszert. Ugye itt simán cobblestone-ból lett a compressed, itt a compressedből lett a double compressed, itt pedig a double compressedből lett a triple compressed. Ez nagyon sok nap alatt gyűlt össze ennyi, meg már elég sokat el is használtam belőle. Na, és hogy honnan jön ez a tesseract, ezt mindjárt meg is fogom nektek mutatni, ha nem esik az eső. És nem esik, nagyon jó. Akkor az nagy szerencsénk van, és még lehet ki is kéne világítani itt a területet. Ja, hogy már ki van, akkor nagyon jó. Tökéletes. Na hát innen jön a tesseract, ugyanis én csináltam egy pár enderájós napelemet. Ugye ezek nem termelnek olyan sokat, ellenben viszont ez a 8 darab már 320 RF-et termel verőfényes napsütésben, ami nagyon jó. Szóval 320 RF ingyen, én úgy voltam vele, mivel ugye tényleg ilyen sok energiaforrásból szeretnék összerakni nagy energiát, úgyhogy ott vannak ugye a Steam Dynamo-k, most már itt van ez is, ami ez viszont full ingyen működik, úgyhogy ez nekem így nagyon tetszik, és most jön föl a nap, úgyhogy nem sokára majd jön vagy megy le, jön föl. Úgyhogy nem sokára majd fogjuk látni, hogy termeli az energiát, de megmutatom, hogy itt alatta igazából az elektronika a lényeg, ami itt van. Ugye a fotovoltaik cellekhez, így inkább a napelemeknek, mert ezt elég nehéz kimondani. Szóval a napelemek ugye kapcsolódnak egy kapacitorbankhoz, és termelik az áramot, nézzétek meg. 40 RF-et termel, pedig még nem is jött fel a nap. Ja, 27%-os hatékonysággal, de már termelik 58-63, azt nézzétek, egyre növekszik föl, amit termelnek, tök jó. Szóval, jön bele az áram a napelemekből a kapacitorbankba. A kapacitorbank gyűjti az áramot, nem adja rögtön a tesseractnak. Csak akkor adja a tesseractnak az áramot, ha a Power Monitor ad ki magából egy wireless redstone jelet, amit a wireless receiverrel befogunk, és ezen a kábel kötegen keresztül bejut a kapacitorbankba, mert itt beállítottam neki, hogy csak az output az csak akkor legyen aktív, szóval a kimenete akkor legyen aktív, hogyha redstone jelet kap. Tehát amikor lemerül lent az aksi, ez akkor ez a, úgymond ez a vész tartalékom, akkor ez a 25 millió elkezd átáramlani bele. És azért az 50 millió a teljes kapacitásom, és van egy 25 milliós pót tartályom, úgymond, ilyen energiabankom, azért az úgy egész jó. Úgyhogy tényleg sose fog leállni semmilyen rendszerem, mert van egy ilyen 25 millás tartalékom, úgyhogy ez így nagyon jó.
Igen. Aztán úgy nagyjából szerintem ennyire is haladtam, úgyhogy egy 10 percbe pontosan belefért, amit meg szerettem volna úgy mutatni, hogy miket csináltam, de én ezt nekem nagyon tetszik itt ez a rész, nagyon-nagyon jó lett szerintem, főleg ez a Ender Perform, de megmutatom, hogy hogy működik. Úgyhogy most be is kapcsoljuk, és akkor egyszerre le fogja ütni, 5 másodpercenként frissíti, nézi, hogy van-e valami blokkváltozás, és most mivel van, ezért le is ülteti ugyanaz. A chestből húzza ki, a chestből teszi be, és már látjátok, megint tett egy plusz emberi seed, de hát ez hihetetlen. És ez ilyen így működik, és egész gyorsan tud nőni, úgyhogy de így ki is kapcsolom inkább. Ugye úgy kapcsolom ki, hogy a intervall, ez a 5 másodpercet, ezt lehúzom, szóval nem nézi semmikor. Mert nem kötöttem össze a többi parancsal, úgyhogy nem fogja 5 másodpercenként frissíteni magát. Viszont nem is lagoltat abszolút semmit, nagyon-nagyon minimális, hát körülbelül annyira lagoltat, mint mondjuk ez a crafting table, amikor üzemel, szóval sem ennyire. Na, úgyhogy tényleg mindent megmutattam, ami eddig változás volt. Igen. Úgyhogy jöhet a Dark Steel Armor. Rakjuk is össze, megnézzük, mennyi Dark Steelünk van. Ó, hát, ú, hát, ú, hát van. Sőt, Dark Boots-at azt nem kell csinálni, mert azt találtam lootba. Úgyhogy kell nekünk egy Dark Sisak. Dark Helm. Kell nekünk olyan, hogy... ez mi? Dark Pressure Plate, és ez mire jó? Hoppá! Na hát ilyen majd kell nekem, mindenképpen. Úgyhogy csinálunk most egy ilyet, és még egy nadrágot is. És meg is van a cuccunk teljes mértékben. Vissza is pakoljuk, és akkor nézzük, hogy mi kell bele. Empowered Vibrant Kristály. Ebbe mennyi mindent lehet rakni. Sound Locator, Night Vision. Az igen. Naturalist Eye. Google's Reveling, az igen, Potion of Night Vision, azt még lehet, hogy kéne rakni, ez tök jó bányászatkor. Azt fogok. Úgyhogy, hát rengeteg szint kell, ahogy látom. Hűha. Na mindegy, igazából megfogom a tartályaimat, amiben már tele van az egész XP-vel. És hogyha kifogyna a felső tartály, akkor után töltöm. Na, úgyhogy ezekre mindenképp szeretnék majd enchantot is rakni, de szerintem először most ezt az Empowered-et fogom mindegyikre megcsinálni. Vibrant kristályhoz nekünk van-e vibrant allójunk? Vibrant... hát nincs. Azt mondja, hogy viszont akkor lemegyünk. Kell nekünk energetik alloy, azt hiszem. Igen, az kell. Szerintem az összes. És ezt kell összekeverni, Ender Pearler. Akkor lesz nekünk Vibrant kristályunk. Először fontos, ezt jegyezzétek meg, hogyha Ender Pearler valami fémet égettek ki, ilyen ötvözetet, akkor fontos, hogy először a fémet rakjátok be, és utána az Ender Pearl-t, mert ha nem, akkor úgy jártok, mint én, egy csomószor, hogy lesz rengeteg ilyen dust-otok. Szerencsére visszaalakítottam az Ender Pearl dust-ot, de Portalágánhoz kell, és ennyi nem kell hozzá, meg hát, hogyha kell, akkor égetek, de szerencsére vissza lehet alakítani. Igaz, hogy némi veszteséggel, mert ugye látjátok, hogy ebből még egy enderpört lehetne csinálni, de minek raktam össze? Azt se tudom, mert ugye aztán van annyi enderpörlöm, hogy nagyon sok. Még itt a emerendszeresben 231 van, meg ott fönt is rengeteg van, úgyhogy ezt teljesen fölöslegesen raktam szerintem össze. Na de, hát elég sok kiégetődött igazából, én nem gondoltam volna, hogy ilyen gyors lesz ez. Úgyhogy mindegyikhez megcsináljuk a Vibrant kristályt, Node Block, igazából erre vagyok kíváncsi, ez mit tud? Google of Naturalist, mindent rá fogok rakni, egyszerűen tényleg nagyon fullos páncélt akarok. Úgyhogy amit tudok, azt rá fogok majd rakni, viszont nekem most kell egy csomó. Hát mondjuk ennyi elég lesz. Nem, még rákrakunk egy kicsit, és akkor Vibrant. Vibrant kristály. Így van. Ebből kell 1, 2, 3 és 4, és kell hozzá nekünk összesen 40 szint.
Ugye ezt még így videóba fogom megcsinálni, viszont a többét azt videón kívül is csak a végeredményt fogom majd bemutatni. Mert ez a 10 szint, ez még egész gyorsan tud összegyűlni. Ja, hogy 20 kell hozzá. Ráadásul. Ajaj, akkor viszont lehet, hogy csak így egyet. Mondjuk ezt az átplétet, ezt most tempóval ezzük. És akkor a fullosat már csak akkor fogom megmutatni, amikor kész van. Ja, majd visszatérek egy pár perc és itt leszek. Na itt is volnék, már csak egy darab ruhát kell felencsantolni, az empó encsantolni, vagyis hát felrakjuk rá az ottatik kapacitort, amihez 30 szint kell. Úgyhogy ez pedig a utolsó darab a csizmám. Úgyhogy ebből is most már 500 ezer erre fog beleférni. Ezt meg csak úgy megeszem, ezt a maradék berrit. Így sokkal gyorsabb volt, hogy berriztem, mint hogyha onnan ettem volna. Úgyhogy gyorsan feltöltjük a cuccaimat. De tényleg nagyon gyorsan fog feltöltődni, ugye, mert 50 ezer RF-et lehet belerakni. Gyártottunk egy kis plusz oktatik kapacitort. Jó. Már mindegyik fel van töltve. Hát ez nagyon gyors volt tényleg. Úgyhogy megfogjuk és lecseréljük a Diamond cuccamat, mert az már eléggé ütött kopott. És így van, fölvettük a nagyon király kis izét. Dark Steel Armoromat. Erre mert nagyon örülök, végre megvan ez is. Ezen is túl vagyunk. Ugye mik vannak benne? Empower 4, Sound Locator, Solar 2, ugye a nappal tölti elméletileg majd ugye a cuccunkat. Aztán még mi hiányzik belőle, egy Night Vision-t azt mindenki fog belerakni, meg egy ilyen apiarist cuccot, de az ugye méhezni kell, hogy tudjál ahhoz termelni dolgokat. Úgyhogy mivel ilyen jó cuccaink vannak most már, és akkor lehet, hogy ezek is fognak töltődni, ne várjunk csak. Ezt is kipróbálom amúgy. Kijövök napfényre. Elméletileg ez is töltődik? Nem. Csak a cuccaink fognak, ugye? Igen, ott van. Generate power from the sun. De hiába tartom a kezembe, ebbe aztán nem generál semmi energiát. Pedig úgy lenne a király, mert ugye ez is az Enderájóhoz tartozik. Na mindegy, menjünk át Netherbe. És akkor, mivel megvan ez a király kis cuccunk, ezért kezdjük el spannoltatni a videoszkeletonokat. Mégpedig úgy, hogy fogtam kettő skeleton spawnert, fogtam kettő skeletont Overworldben, itt van, egy meg még egy. És akkor ezeket fogom berakni ide, de előtte lezárjuk. Megnézzük, hogy mikor, most eljárna le, úgyhogy gyorsan meg is állítottuk. Ez pedig, mondjuk, ajaj, most járna le. Ha megnézzük, basszus, az végigment. Ja, hogy végigmegy mindkettő, akkor meg tök mindegy. És belerakjuk a skeletont, mind a kettő, ennek 22 élete van, ennek pedig 18. Azért, mert azt elkezdtem ütni, de úgy lehet, hogy érdemes lenni ilyen fél életűeket csak, mert hogy akkor ugye jóval kevesebb jön neki belőlük, és akkor ide lejövünk alá, beállítjuk neki, hogy extract, és hogy always aktív, így van, és már nyomatja is befelé a mobeszenszet, mint az állat, úgy, amit az XP-ből csináltunk, úgyhogy frankon feltölti mindkettőt, így van, feltölti a csövet is, úgyhogy itt már minden teljesen tele van cuccal, és akkor hát indítsunk rá mindkettőre. Ugye szépen le fog járni a várakozási idő, és nekünk elkezdi majd gyártani izomból nagyon gyorsan a skeletont. Opa, wither skeleton, már rögtön is az elején. Milyen jó, hogy tudok repülni, bár mondjuk ezek eléggé megsebeznek, basszus. Nézzétek csak, hogy ez így nem jó. Na mindegy, kicsit így kijövök ide, és egy pár perc múlva pedig be fogok majd menni, és akkor megnézzük, hogy mennyi skeleton lesz ott. Itt is lennék, összesen egy percet vártam, hogyha megnézzük, hogy mennyi skeleton spawnolt. Te jó Isten! Azt ki kéne kapcsolni. Ajaj, nem szabad, hogy megüssenek. Nem szabad, hogy megüssenek, viszont azt tényleg ki kéne kapcsolni ott. Valahogy. Lehet, hogy kikapcsoltam, nem tudom. Úgyhogy kezdjük el őket írtani.
Mindenfélék itt leütök, mint az állat. Úgy, de sokan vannak. Na kíváncsi vagyok, hogy milyen lootot fogok kapni itt a végén. Eléggé megütöttek. Most már meg is lőtt. Tehát, hogy az egyiket nem sikerült kikapcsolnom. De elméletileg igen. Azt nem sikerült kikapcsolnom, így van. Na, azaz, most sikerült kikapcsolnom. Úgyhogy most csak ez a kettő sima szkeleton maradt, de érdekes, amíg nem voltam itt, addig nem spannolt ilyen sima szkeletonokat. Na nézzük, milyen lootunk lett. Ó, XP dögivel. Az igen, azt nézzétek, egy perc várakozás után 12 Wither Skeleton fejet kaptam. Az szép, van egy Rare Treasure, kettő Common Treasure-ünk, rengeteg ilyen fos kardunk. Úgyhogy ezt már fogom is, és ide beszórom, mert ez nekem aztán nem kell. Lehet, hogy még kell egy szemetest hozni, vagy igazából a legegyszerűbb itt Netherbe egy lávát lerakni. Ó, és van három Uncommonom is. Ezeket nyitogatjuk kifelé. Ó, azt nézzétek, mennyi minden jó kis cukiságot kaptam. Potion of Slowness, nekem Night Vision-t adjál. Ha már adsz valami potit, mert akkor bele tudom rakni a sisakba. Na, hát srácok, hát ez igazán jól működik. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz. Igen, és töltődik föl a Dark Helmetünk, de mitől amúgy? Lehet, hogy még tárolt energia? Nem tudom, ettől töltődne. Ezt valahogy amúgy automatára kell majd megcsinálni. Ja, az lesz majd, mert így azért ez így elég nehéz, hogy ide bejönni. Sőt, nincs nálam redstone, basszus. Akkor van egy egyszerű megoldásom. Van még nálam amúgy ilyen kar? Nincs. Mert akkor megfogom, mondjuk itt csinálok egy lyukat. Úgy alá megyek, hol kell, hoppá. Majd mindjárt hazaküldjük a sokszart, és akkor még egyet csinálunk. Ilyen spawnolást. Oh, tökéletes. Ide. Azt mondja, hogy nagyon gyorsan rárakjuk a kapcsolót. Nehogy spawnoljon most hirtelen valami. Azt jól megállítottam. Pont amikor spawnolnia. Ja nem, így áll, oké. Meg itt is lemegyünk. És akkor hozzuk ide is. És majd akkor alá tudok jönni. És szépen le tudom majd állítani. Jó, ennyi. Akkor ezt itt betömjük. Oda egy, ide egy, így van. Meg rakjunk ide is egyet. Ezt pedig üssük le. Oké. Ide még felrakunk egyet. Na így. Viszont így már egész jó lesz. Ha csak nem fog ide bentre spawnolni, bár mondjuk azt egész könnyen le tudom ütni. Úgyhogy csináljunk még egy ilyen spawnolásos játékot. Na. Azaz, jönnek. Remélem alulra tényleg nem fog spawnolni. Szerintem csak föntre fogja őket dobni. Nagyon jó lenne, ha csak föntre dobná. Ó, de sokan vagytok már. Ez igen, közben megharcolok ilyen. Vajon zombi pigmenon van már? Igen, van ilyen formám már. Morfot kipróbáltam, hogy van-e olyanom, de van. És akkor átküldjük haza. Necrotic Bone lett egy pár darab. Golden Apple. De ez várja, ez a... Ez csak a sima, jó. Potion of Poison. Van itt még cucc azért. Na, hát hogyha fogok kapni izét... Potion of Night Vision-t, annak nagyon örülnék. Ezeket pedig, mivel most ezekre nincsen szükségem, ezeket így visszarakjuk szépen ide. Így, jó, az nagyon, nagyon szeretem én ezt a Tinker Constructos táskát. Ez a knapsack. Nagyon szeretem, mert tényleg így inventory bővítő elég rendesen. Na hányan vagytok már? Na vagytok egy jó páran. Így öljétek egymást, semmi probléma. Most elég lesz ennyi, úgy érzem. Fogom és ki is kapcsolom. Akkor elkezdhetem őket ütni. Na, aki ide jön, az meg is hal. Kapok még egy csomó sapkát is. Azok egymást lövik, nagyon... Opá! Igen, néha belecsúszik egy kis hiba.
hogy elérne. Remélem nem valami boss fog elérni, mert az egyet itt megdöglök, bármilyen ruhába vagyok. Na, így mi. Ó, itt volt egy pár fej. Megint 4 fejet kaptam, és egy rare treasure-t már megint. Hát, ez nagyon jó. Úgyhogy itt fogok most farmolni egy jó ideig, míg összegyűlik egy csomó fej. Azokat viszont nem kéne fölvenni onnan. Ezeket a sok hülye kardot. Itt kaptam. Potion of Regeneration. Na. Hát srácok, ez nagyon jó lett ez a farm. Főleg így, hogy alulra raktam a kapcsolót. Így ez tényleg iszonyat jól működik, nagyon hatékony lett a rendszerünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez vajon honnan kapja most az energiát? Jó, kicsit meglettem ütve, de nem számít. Igen, hazajöttem. De jó, most pont éjszaka van, úgyhogy nem tudom megnézni, hogy honnan kap energiát, de most is tölt amúgy. Nem, most nem tölt. És hogyha ilyen torcs mellett vagyok, mert most ott szerintem azt töltött amúgy a torcs. Nem. Akkor ne dörve úgy alapjáraton tölt, mert világos van. Érdekes. Na hát srácok, szerintem ennyi lett volna ez a videó, mert ugye tényleg megcsináltam azt, amit elmondtam az elején, hogy mit szeretnék bemutatni, megmutatni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen még Dire Wolf 20 epizód a csatornán, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!